Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt az Ultrahang legfrissebb adása. A vonalban pedig ezúttal nem más a vendégünk, mint Kusai Sándor Kína szakértő, korábbi pekingi nagykövet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem címzetes egyetemi docense, akit nagy szeretettel köszöntünk, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Szép jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is. A mai adásunkban kiemelten foglalkoznánk a BRICS találkozó eredményeivel, az ott történt eseményekkel, illetve az erre adott reakciókkal, viszont mielőtt ebbe az adásunkba belekezdenénk, hallgatóinkat ismételten emlékeztetnénk, hogy amennyiben még nem tették meg, mindenképpen érdemes megfontolni, hogy esetleg feliratkoznak az Ultrahang csatornájára, így akár egyébként értesítést is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételeinkről, ezen felül pedig továbbra is köszönettel fogadjuk adományaikat a képernyőn, illetve a leírásban megjelölt, megújult weboldalunkon keresztül, ahol támogatásukat követően egyébként ajándékba az Ultrahang reklámmentes adásaihoz is hozzáférhetnek, illetve ezen felül akár a közönség találkozónk vágatlan felvételeihez is. És a szolgálati közleményeken túlendülve az első kérdésem már is az lenne, hogy ön miket tart a jelenlegi BRICS találkozó, mert mint az elmúlt napokban lezajlott BRICS találkozó legfontosabb következtetéseinek, eseményeinek, önnek mi volt az összbenyomása? Én a legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy a BRICS találkozó igen sikeresen, nagy számú ország részvételével, demonstratív politikai sikerként zajlott le. Ez a BRICS-nek is egy nagy eredmény, mert bármennyire is próbálták hosszú ideig a nyugati világban elhallgatni, illetve jelentéktelennek minősíteni, most bebizonyult, hogy egyáltalán nem az. Rákényszerült a külvilág, hogy beleértve a nyugati országokat, hogy komolyan vegyék és reagáljanak erre az eseményre. A másik politikai jelentősége az inkább Oroszország számára van, abban az értelemben, hogy az Oroszország, illetve Putyin elnök elszigeteléséről szóló nyugati tirádák, azok nyilvánvaló kudarcot szenvedtek. Az elszigetelődés, ahogy azt a néhai Berlusconi volt olasz miniszterelnök megmondta, az nagyon nem sikerült. A nyugat Oroszországot akarta elszigetelni a világtól, ezzel szemben a nyugat szigetelődött el a globális déltől, a világ lakosságának, országainak többségétől, hiszen bármennyire is próbálták megakadályozni diplomáciai, gazdasági nyomással, egyéb módokon, hogy országok tömege vegyen részt ezen a találkozón, illetve hogy országok nagy csoportja kérje felvételét a BRICS-be. Ez nem sikerült, 30-nál több ország vett részt, és legfelső szinten, sőt még az ENSZ főtitkár is oda ment. Ez az Oroszország elszigetelésének a kudarca, és ezt, hogy mondjam, előbb-utóbb le kell vonni ebből a tanulságokat nyugaton is. Ez a politikai jelentősége, az aktuális politikai jelentősége. A BRICS csúcsnak van a BRICS-et, illetve a BRICS működését, a világgazdaságot, világpolitikát tágabban érintő jelentősége is. Ez lényegében három kulcskérdésben foglalható össze. Az egyik a világgazdaság, a nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulásában való BRICS részvételről szóló döntések sora. A második jelentőség a nemzetközi kulcskérdésekben, most folyó konfliktusokban, a világpolitika rendszerében, a világrendszerváltásban, ha tetszik, kifejtett BRICS közös álláspontok, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy itt már az egész világra hatást gyakorolni szándékozó országcsoportról van szó. És a harmadik jelentősége az a BRICS továbbfejlesztéséről, bővítéséről, strukturálásáról, tehát magáról a BRICS csoportnak a működőképességét a jövőben meghatározó tényezőkről hozott döntések sora. Én ezt a három dolgot tartom a legfontosabbnak. Egyébként sok más is történt ezen a csúcstalálkozón, de ezek a kulcsfontosságúak, főleg nekünk magyaroknak. Ugye a
A találkozó során ugye több érdekes téma is szóba került, illetve ugye olyan különböző aspektusok, gazdasági és akár ugye az ukrán háborút érintő aspektusok is szóba kerültek, amit mindjárt érinteni fogunk. Viszont mielőtt ezt megtennénk, egy klasszikus hasonlatot idéznék, mármint egy olyan hasonlatot, hogy Módi szerint a BRICS nem lehet a nyugati szervezetek alternatívája, és csak azért hozom ide ezt az idézetet, mert ugye főleg a nyugati szférában, abban az esetben, hogyha különböző hírek, gazdasági mutatók, statisztikák jelennek meg a BRICS-ről, amelyek impozánsak is lehetnek akár, akkor sokan előszeretettel hasonlítgatják ezt olyan nyugati szervezetekhez, mint akár az Európai Unió, a NATO, a G7-ek, stb. És ugye azt korábban is jelezték szakértők, hogy ez nem így van, azért az esetek többségében nem igazán vonható hasonlóság, vagy nyílt verseny a kétféle szervezet közé, viszont úgy tűnik, hogy maguk a szervezet tagjai és a fő szervezők is így jelzik, hogy ezek nem igazán ilyen alternatívaként működnek. Ennek kapcsán kérdezném, hogy az indiai miniszterelnök kijelentéséről mi a véleménye? Valóban ez áll a háttérben, vagy itt igazából arról van szó, hogy nem szeretnének nyílt háborút, versenyt kialakítani a nyugati típusú szervezetek között és a BRICS között? Ez valóság, amit elmondott a miniszterelnök, vagy egy diplomatikus megfogalmazás? Szerintem egyszerre mind a kettő. Van neki egy komoly valóságtartalma, és van neki egy taktikai diplomáciai eleme, ami arról szól, hogy fölöslegesen ne borzoljuk a kedélyeket jobban, mint amennyire azok maguktól is borzolódnak. Ez a taktikai elem, a tartalmi, meg amiben nagyon igaza van az indiai miniszterelnöknek, de a többi BRICS vezető is hasonlókat mondott, az nagyon egyszerűen az, hogy nem lehet körtét és narancsot összehasonlítani. Annyiban igen, hogy mindegyik gyümölcs, annyiban hasonlítanak, és ezzel nagyjából a hasonlóságok véget is értek. Tehát a BRICS is egy nemzetközi államokat tömörítő struktúra, még azt sem mondanám egyértelműen egy szervezet, hanem egy nagyobb, és most már szigorúbb szabályokat is támasztó klub, de nem hasonlítható természetesen olyan szervezetekhez, mint mondjuk a NATO, ami egy katonai szervezet, és arra kényszeríti, kötelezi a tagjait, hogy bizonyos esetekben katonailag egymás segítségére siessenek. Ilyen a BRICS-ben nincs. Nem hasonlítható az Európai Unióhoz, hiszen a BRICS-ben nem szabnak közös szabályokat, nem alkotnak közös szabályokat, amelyek minden országra kötelezők, például arról, hogy a csemege uborkának mekkora lehet a görbülete, vagy mekkora nem. Nem hasonlítható az ENSZ-hez nyilvánvalóan, hiszen az ENSZ az egy univerzális világszervezet, abban valójában a mai nemzetközi rendszerben az számít hivatalosan önálló államnak, aki ENSZ tag, tehát nyilvánvalóan a BRICS-nek nincs ilyen funkciója, nincs ilyen szerepe, meg nincs ilyen módja. A BRICS egy körte, a többi szervezet, amihez meg szeretik hasonlítani, az meg narancs. Tehát ezt nem lehet így összevetni. Ami meg azt illeti, hogy nyugatról hogyan próbálják ezt interpretálni, az meg egy tudatos narratíva teremtés. Tehát a nyugaton azt próbálják, hogy a puha erő, a soft power eszközeivel jelentéktelenítsék el, próbálják bebizonyítani, hogy mivel nem olyan, mint a NATO vagy az Európai Unió, tehát nem is fontos, nem is kell vele foglalkozni. Most például a kazanyi csúcs találkozó előtt, hetekig, hónapokig, amikor már folyt a BRICS előkészítése, és látni lehetett egy sor várható eredményt, a nyugati sajtó, főleg az angolszász sajtó, az teljes elhallgatással büntette. Tehát az a közvélemény, nyugati közvélemény, aki csak a saját sajtóját olvasta, az azt se tudta, hogy itt készül valami, mert elhallgatták. Amikor aztán maga a csúcs találkozó elkezdődött, és jönni kezdtek a fejlemények, akkor ezt már nem lehetett tovább csinálni, tehát muszáj volt tudósítani róla. Akkor tudósítottak róla, de hasonló irányban. Ez is arról szól, hogy a BRICS nem oka, hanem következménye annak,
hogy a jelenlegi világrend, a gazdasági világrend, a politikai világrend az felbomlóban van. Tehát azt kell érteni, hogy nem a BRICS miatt bomlik föl a világrend, hanem az magától bomlik föl, és a fölbomló világrend teremti meg azt a helyzetet, amikor a globális dél országai, különösen a vezető legerősebb országok, azok megkísérlik megszervezni magukat, és olyan új világrend csíráit megfogalmazni, amelyek az ő érdekeiknek is megfelelnek. Ha ezt nagyon sokan durván, vagy hogy mondjam, radikálisan szokták megfogalmazni, hogy az Amerika vezette nyugat hegemóniája megszűnőben van, és a többi ország, különösen a globális délvezető országai, azok pozícionálják magukat arra, hogy az új világrend hogyan fog kinézni. Ez ilyen értelemben nem ok a BRICS, hanem részben következmény, részben a jövőben mutató tendencia, és ezért nem lehet a körtét a narancssal, vagy a narancsot a körtével összehasonlítani. A narancs, a nyugati világrend, az bizony olyan, mint amit ott felejtettek egy meleg szobába, szárad össze, rottyad össze, a körte meg még nő, most még csak kicsi körte a fán, aztán majd egyszer meglátjuk, hogy milyen lesz, amikor megérik. És ezzel utalni akarok arra is, hogy a BRICS fejlődése, a csúcs találkozó eredményei és így tovább, ezek még messze nem vége a folyamatnak, ez egy fontos lépcsőfok ebben a BRICS fejlődési folyamatban, a világ átalakításában, vagy átalakulásában, inkább így mondom. És ezért jellemző az, hogy bizonyos szándékoktól is vezérelve alulértékelik egysoromóan, és hát az emberi természet olyan, hogy szeretnénk az átmenetiségből mielőbb stabil viszonyok közé kerülni, a magánéletben is, az országok életében is, mindenhol nem szeretjük az átmeneti állapotot. Ezért van az, hogy elég sokan túlértékelik, úgy gondolják, hogy azok a folyamatok, amelyekben a BRICS nagyon fontos szerepet játszik, azok rips-rops gyorsan le fognak zajlani. Nem fognak. Ez egy hosszú ideig tartó folyamat, következésképpen a BRICS szerepét sem lehet ilyen varázspálcához hasonlítani, hogy síp-súp két suhintás, és a régi eltűnik, az új meg megjelenik. Kipattan, mint Pallas Athéné Zeus fejéből teljes fegyverzetben és tökéletesen. Ilyen a valóságban nem szokott történni. Ugye az összehasonlítással kapcsolatos híradásoknál ugye rendszerint fölmerült annak a tényállása is, hogy az IMF-nek és a Világbanknak az éves találkozójára is egyébként ebben az idősávban került sor, csak ugye éppen a nyugati féltekén. Ön szerint ez szándékos, vagy ez egy véletlen egybeesés? Egy technikai közbeszólás, nem hallottam a kérdést, valamiért nagyon szakadozott volt. Természetesen, most jól hall? Most jó. Akkor megismétlem. Jó. És akkor majd innen vág a kollega. Jó. Kapcsolódva itt az összehasonlítások kérdésére, ugye a híradások során rendszerint fölmerült annak a tényállása, hogy érdekes módon egy időben zajlott mindeközben Washingtonban a Világbank és az IMF éves gyűlése, és fölmerült sokakban annak a kérdése egyfajta ilyen elméletként, hogy ez olyan szándékos volt, vagy egyébként ez egy véletlen egybeesés, ön erről mit gondol, van-e itt ezzel kapcsolatban bármi szándékosság? Szerintem szándékosság nincs. Azt, hogy a BRICS csúcs találkozó mikor lesz, ezt nagyjából már a nyáron eldöntötték, a pontos dátumot is legfeljebb nem hozták nyilvánosságra. Azt meg, hogy az IMF meg a Világbank mikor tartja a különböző gyűléseit, azt is egy ilyen szigorú kötött menetrend szabályozza. Tehát a kettő dolog, hogy mondjam, ok-okozati összefüggés nincs köztük, viszont szimbolikus jelentősége annak van, hogy nagyjából egy időben egybeesve próbálták meg Washingtonban a nyugati világ uralta világgazdasági rend szervezeteit, struktúráit működtetni, és ezzel kapcsolatban pedig Kazanyban
lezajlott egy olyan tanácskozás, ahol ez ennek a struktúrának az alternatívája, átalakítása dolgában fogalmaztak meg markáns álláspontokat vezető hatalmak. Tehát az egybeesés szimbolikus, de nem hiszem, hogy szándékolt. És ha már itt az alternatívák ugye szóba kerültek, akkor a Vladimir Putyin által fölvázolt SWIFT rendszer alternatívájaként kialakított rendszernek ugye a kérdése nagyon sok helyen címlapokat generált, és ugye ezt egy újfajta blokklánc technológiára, egyfajta digitális valutákat használó fizetési szisztémaként jelentették be, hogy ez lenne ennek a kialakítása, lenne a cél, és hát nagyon hamar az Egyesült Államok már figyelmeztette is az új rendszerhez csatlakozni kívánó országokat, hogy az orosz hadigépezet támogatása kizárással járhat a dollár alapú rendszerekből. No már most, ha csak ezt a két mondatot olvassuk el mondjuk egy híradásból, akkor ez egy gazdasági háborúnak a kibontakozását idézi elő. Ugye eddig is voltak ilyen jellegű aspektusok, de ha mondjuk országokra, tehát mondjuk a BRICS mostani 30 megjelent tagállamára kiterjedve nézzük, akkor ez talán még súlyosabb. Ön hogyan értékelni a helyzetet? Valóban ez a kilátás áll előttünk, vagy itt most szóbeli csatározások vannak, és előbb-utóbb elkerülhetetlen egy ilyen alternatíva kialakulása? Mind a kettő állítás igaz, inkább előbb, mint utóbb fog kialakulni az alternatíva. Az pedig, hogy milyen hangzatos kijelentéseket tesznek, az meg, hogy mondjam, olyan egy kicsit, mint amikor az állatkertben a himgorillák saját meldöngetéssel próbálják a másik himgorillát elkergetni. Valójában arról van szó, hogy természetesen, ha az Egyesült Államok ragaszkodik hozzá, akkor jelenleg a jelenlegi struktúrában ki tudja zárni a SWIFT-ből mindazokat az országokat, akik csatlakoznak a BRICS elszámolási rendszeréhez. Ha ezt ezek az országok bejelentik, hiszen a BRICS elszámolási rendszerének, ennek a blokklánc technológián alapuló rendszernek éppen az a lényege, vagy a titka, hogy ha nem jelentjük be, hogy mi azon keresztül dolgozunk, akkor azt senki nem fogja tudni. Amíg a SWIFT rendszerben működik egy ország, vagy bank, vagy bármilyen nemzetközi pénzügyi átutalás, transfer, addig azt a rendszer úgy van megalkotva, hogy az Egyesült Államok, mint pénzügyi hegemon hatalom, a dollár birtokosa és tulajdonosa látja. Tehát tud szankciókat bevezetni, el tudja kobozni, meg tudja tiltani, és más módokon sanyargatni. Ha viszont az átutalás, a pénzügyi tranzakció egy másik rendszerben zajlik, akkor az Egyesült Államok arról egyszerűen nem fog tudni. Következésképpen, mivel nem tudja, ha csak az adott ország be nem jelenti, és nagy dobra nem veri, akkor az amerikaiak egyszerűen nem tudnak ellene tenni semmit. És kizárhatják a SWIFT-ből az adott országot, ha nagyon akarják, bár bizonyítani sose fogják tudni, hogy máshol is működik az az ország másik elszámolási rendszerben, hiszen erre ehhez nem lehet hozzáférni, ez a lényege a másik elszámolási rendszernek. De minél több országot zárnak ki a SWIFT-ből, annál kisebb lesz a hatása a SWIFT-nek. Tehát ez bizonyos értelemben egy öngyilkos logika, mert jelenleg a BRICS-ben van a világ teljes gazdasági teljesítményének 27-28%-a, ha nominálisan számítjuk, ha vásárlóerőparitáson számítjuk, akkor jóval több, mint 30, közel 40%-a. Na most, ha a világgazdaság 40%-át kizárjuk a SWIFT rendszerből, akkor a SWIFT rendszer már többé nem egyetemes világrendszer, hanem csak egy szűkebb, mint mondtam, egy hideg vagy meleg száraz szobában összeszáradó, narancsra hasonlító rendszer. Tehát itt ez az amerikai fenyegetőzés, ez arra szolgál, hogy megijessze a korlátoltan gondolkodókat, mert valójában ennek a reális érvényesítésére nincs igazi esély. Ugyanis az egyenlő lenne a SWIFT rendszer öngyilkosságával. Na most persze, ha Amerika ezt túlhajtja, ezt meg lehet csinálni, csak ennek semmi értelme.
Ez az egyik. A másik, amit említett, és ez azért érdekes, mert itt nagyon fontos elvi dolog hangzott el. Putyin elnök valóban azt mondta, hogy a BRICS, illetve a pénzügyi együttműködésben elhatározott, most eldöntött kérdések, azok nem dollárellenesek, nem antidollár döntések, nem az a céljuk, hogy a dollárt visszaszorítsák, hanem azok egyszerűen egy nem dollárrendszer létrehozásáról szólnak. Tehát ez egy nagyon fontos különbségtétel, amit láthatóan az amerikaiak vagy nem értenek, vagy nem akarnak érteni. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy a BRICS országok romba akarják dönteni a dollárrendszert, mert az antidollár az ezt jelenteni, hanem arról van szó, hogy a dollárrendszer, a nyugat gazdasági pénzügyi dominanciája, az magától is múlik, bomladozik, és hogy ennek a bomladozásnak a negatív hatásait csökkentsék, a BRICS országok egy másik rendszert hoznak létre, amely nem a dolláron alapul. Tehát nem céljuk a dollár romba döntése, de mivel a dollár éppen romba dől, ez a folyamat zajlik, ők szeretnének egy olyan rendszert létrehozni, amely másmilyen, mint a dollárrendszer, és ezért őket számukra új kereskedelmi, pénzügyi és egyéb lehetőségeket nyit, és megvédi legalább részben őket attól, hogy a dollárrendszer összeomlása maga alá temesse ezeket az országokat. Ez egy nagyon fontos elvi különbségtétel, mert ez gyakorlatban is lecsapódik, és természetesen még egy fontos tényező van, amivel számolni kell. A BRICS pénzügyi döntései, az elszámolási rendszer, a kereskedelmi elszámolások, a blokklánc alapú digitális pénzek használata, és így tovább, amit most megszülettek, ezek nem egyéves, kétéves vagy ötéves kifutású döntések, ezek olyan hosszú távú folyamatoknak az elindulásai, elindításai, amelyek több éven át, több év alatt fognak teljesen kifejlődni. Ha valaki megnézi a történelmet, akkor tudjuk, hogy a jelenlegi dollár alapú nemzetközi pénzügyi rendszerről a döntés 1944-ben a Bretton Woods-i konferencián született. Mire a teljes rendszer, ami ma a világgazdaságra jellemző, felépült, kialakult, intézményei létrejöttek, szervezetei létrejöttek, technikai megoldásai teljessé váltak, addigra eltelt sok-sok év, mert valójában a Bretton Woods-i rendszer teljes működése az 1958-tól. Tehát 14 évvel a döntés után vált teljessé. Ez várható attól is, amit a BRICS-nél most elindítottak, az is több év, esetleg egy-másfél évtized alatt teljesedik ki. Erről van szó, és ezt megállítani, megakadályozni a mostani helyzet azt mutatja, vagy azt következtetést lehet a mai helyzetből levonni, hogy már nem lehet. Egyébként érdeke lenne az Egyesült Államoknak akár ténylegesen nyílt kereskedelmi háborúval, vagy más eszközökkel, most itt egyébként ezt a kérdést is nyitva hagynám, hogy milyen eszközök vannak egyáltalán ilyen kérdésekben mondjuk az Egyesült Államok kezében, de hogy érdeke lenne egyáltalán ezt ilyen közvetlen módon leütközni, most ilyen hétköznapi kifejezéssel élve, vagy nekik is azért a saját gazdasági helyzetük, a saját kihívásaik miatt itt tényleg csak a szavak maradnak? Ez attól függ, hogy kik és hogyan ítélik meg az Egyesült Államok érdekeit. Tehát mindig úgy szokták tekinteni, mintha egy-egy ország úgynevezett nemzeti érdekei, azok ilyen objektíven adott valamik lennének. Nem azok. Az, hogy mi egy országnak az érdeke, azt mindig a végső soron az határozza meg, aki azt az országot kormányozza, irányítja. Ha arra gondolunk, hogy kevesebb, mint két hét múlva esedékes amerikai elnök választáson, most komoly lehetőség van arra, hogy az egyik hatalmi csoportot, irányzatot
mondjuk egyszerűsítve úgy, hogy demokrata párt, lecseréli egy másik hatalmi csoport irányzat, mondjuk republikánus párt Donald Trump-a, akkor az eddig elhangzottakból világosan látjuk, hogy az egyik legnagyobb különbség a két csoport között az, hogy hogyan ítélik meg azt, hogy mi az Egyesült Államok érdeke. A politikáról, a leendő politikájukról tett kijelentések azok azt mutatják, hogy jelentős különbség van abban, hogy mit tartanak az Egyesült Államok érdekének. Ezért az várható, hogy attól függően, hogy melyik csoport nyeri meg a választást, melyik csoport szerez ezzel jogot arra, hogy a következő 4 évben meghatározza amerikai érdekeit, megmondja, hogy mi a mi érdekünk, és mi nem. Ettől függően fog alakulni az ön által feltett kérdés megválaszolása is. Az látszik, hogy ha a republikánusok Donald Trump kerül hatalomra, akkor valószínűleg úgy fogják megítélni, hogy mindenáron és minden eszközzel meg kell akadályozni a dollárrendszer bomlását, meg kell állítani, sőt vissza kell forgatni. Azaz minden eszközzel, kereskedelemmel, büntetővámokkal, mindenféle korlátozásokkal, akár a SWIFT rendszerből több ország kizárásával, nyomásgyakorlással, uram, bocsa, akár még katonai nyomásgyakorlással is, meg kell akadályozni az Egyesült Államok hegemon szerepének elvesztését a pénzügyi és gazdasági rendszerben is. Úgy néz ki, hogy a Trump kormány eddig tett ki, vagy a leendő Trump kormány eddig tett kijelentései erre utalnak. A másik oldal a demokratáknál nem ennyire tiszta, hogy milyen eszközöket alkalmaznának, nem ennyire egyértelmű, hogy ők hogy ítélik meg. Az biztos, hogy jelentősen különbözne a hozzáállásuk a republikánusokétól. Ebből következően most még nem lehet megmondani, hogy mi várható. Az Egyesült Államok mindenképpen gazdasági, politikai, katonai árat, költségeket fog fizetni azért, hogy ezt a helyzetet kezelje, valahogy a saját érdekei szerint próbálja alakítani, hogy ez sikeres lesz vagy nem, ez megint a jövő zenéje, és az is a következő hetek, hónapok következménye vagy kérdése, hogy azt az árat, amit meg kell fizetnie az Egyesült Államoknak azért, hogy megpróbálja megvédeni jelenlegi hegemóniáját, az mekkora lesz. Ez is ettől függ. Az, hogy ennek ára lesz, ez biztos, hogy sikerülni fog vagy nem, az egy óriási kérdőjel, azt nem tudjuk, nyilvánvalóan nagy küzdelem lesz, és az, hogy mennyibe fog ez kerülni, hogy például a büntetővámok hatására az áru, egyes árucikkek mennyire drágulnak meg Amerikában, és a fogyasztóknak mennyivel többet kell fizetni azon áruk megvásárlásáért, vagy egyszerűen eltűnnek, és akkor nem lesznek olyan áruk, az még nyitott, az attól függ, hogy mit vezetnek be. De hasonló van a chipek technológiák területén, és más számos területen, beleértve a pénzügyi rendszer. Hogy fogják finanszírozni az Egyesült Államok nagyon gyorsan növekvő államadósságát? Ha jelentős gazdasági hatalmakat kizárnak a SWIFT rendszerből, kizárnak a dollár rendszerből, akkor mégis ki fogja megvenni az amerikai állampapírokat, hogy fogja az amerikai költségvetés biztosítani a működését. Tehát itt számos ilyen kérdés van. Lehet úgy dönteni, hogy kizárjuk őket, köszönjük, nem kell az ő pénzük, sőt, ami nálunk van pénzük, állampapírjuk, azt elkobozzuk, vagy befagyasztjuk, mint az oroszokét. Így lehet dönteni, csak ennek következménye lesz, mert abban a pillanatban, ha látják azt, egyébként a BRICS-ben már most is látják, és egy csomó folyamat ennek a következménye, hogy látták azt, hogy Oroszországnak a külföldön levő vagyonát be lehet fagyasztani, és nem lehet ez ellen fellépni jogilag, mert a nemzetközi jogi struktúrák azok Amerika kezében vannak, akkor végig gondolja a kínai elnök, az indiai elnök, a szaúd-arábiai trónörökös és mindenki, hogy egy szép napon ez megtörténhet velem is.
kell nekem most állami amerikai állampapírt vennem? Kitegyem magam ennek? Tehát itt minden lépésnek hosszú távú hatásai is vannak, és ezért nem lehet most látni, hogy ami hosszú távú hatások, bocsánat, hogy visszatérek, azok Amerika számára teher, költség, veszteség, ár. Tehát itt ezt nem lehet most még megmondani, hogy hogyan fog ez lecsapódni, hogyan fognak reagálni. Az biztos, hogy ezt a kialakult helyzetet már úgy, hogy Amerikára semmilyen teher ne háruljon, vagy Amerikának ne kelljen megküzdeni, ezt megoldani már nem lehet. Többek között ennek az egyik bizonyítéka, vagy jele volt a BRICS csúcs találkozó az ő döntéseivel. Akkor viszont azt elmondhatjuk, hogy most már a szembenállás, illetve az egymás érdekeinek a megsértése, most idézőjelbe tett módon, az mindenképpen most már olyan szintre emelkedik, hogy előbb vagy utóbb valamilyen jellegű intézkedést meg fog követelni Nyugat részéről? Természetesen. Természetesen. Tehát a szembenállás elérte azt a fokot, amit én úgy szoktam nevezni, hogy ez valójában már egy új hidegháború. Itt vannak helyi konfliktusok, amelyek melegháborúk, Ukrajna, Közel-Kelet és így tovább. Vannak kereskedelmi, gazdasági szembenállások, szétszakítások, a világgazdaság kettéválasztására irányuló törekvés, és így tovább. Tehát minden van szembenállás, ahogy ön említette, a retorikában, a hangzatos fenyegetésekben, az ideológiában, a demokráciák kontra autokráciák tézisben, és így tovább. Itt millió-millió területben szembenállás folyik, ez nagyon hasonlít arra, bár nem ugyanolyan, mint az előző hidegháborúban volt, és az én megítélésem szerint ez a folyamat most abban a fázisban tart, amikor ez csak fokozódni, éleződni fog. Én nem látok most reális esélyt arra, hogy ez a hidegháború, ez a szembenállásnak minden területre kiterjedése és éleződése, ez bármivel megállítható lenne. Igen, a Nyugat, az Egyesült Államok ellenlépéseket fog tenni, annál is inkább, mert nem áll szándékában föladni a jelenlegi domináns pozícióját. Úgy ítéli meg, hogy ő győzhet. Le lehet nyomni a BRICS országokat, le lehet nyomni, és rá lehet kényszeríteni őket, hogy behúzott farokkal, nyűszítő kiskutyaként, könyörögve az életükért térjenek vissza Amerika irányítása alá. Hogy ezt meg lehet-e csinálni valóban, az csak a tapasztalatok mutathatják meg. Tehát az, hogy lezajlik ez a hidegháború szembenállás, ez pedig legalább egy, de lehet, hogy több évtizedes folyamat lesz. Még egy témát érintettek, ugye, amiről szintén sok címlap foglalkozott, ugye az találkozót megelőzően is már volt egy bizonyos várakozás bizonyos országok részéről, hogy próbáljanak meg a BRICS tagállamok valamilyen szinten nyomást helyezni Putyinra az ukrajnai háború befejezésére, és a beszámolók szerint egyébként, ha nyomást nem is, de mindenképpen elmondták ezek a tagállamok Putyinnak azt az álláspontot, hogy jó lenne most már azért a tűzszünetben gondolkodni. Ön mennyire lát reális esélyt abban, hogy Oroszországra bármilyen módon hatást gyakoroljanak a BRICS tagállamok? Kérdezem ezt azért, mert ugye az elemzők nagyon sok esetben el szokták mondani, hogy a BRICS az igazából egy gazdasági együttműködés, és politikai kérdésekben viszonylag limitált diskurzus van olyan tekintetben, hogy nem igazán céljuk az, hogy egymás politikájára hatást gyakoroljanak, de persze ott van annak az aspektusa is, hogy az ukrajnai háború gazdasági kérdés is lehet, mindegy, tehát bonyolult a helyzet, viszont ön hogy látja, van-e esély arra, hogy egyáltalán bármilyen módon hatást gyakoroljanak az orosz elnökre? Arra mindig van hatás, hogy esély, hogy hatást gyakoroljanak bármilyen nemzetközi szereplőre. Arra, hogy ez a hatás megváltoztassa Putyin elnök stratégiáját és politikáját, arra nincs esély. Ha megnézi bárki, aki veszi a fáradtságot, és fölmegy a BRICS csúcs találkozó honlapjára, azon angol nyelven fenn van a hivatalos közlemény. Ez egy nagyon hosszú, 32 oldalas dokumentum, 134 pontból áll.
Ezek között már az is nagyon sokat elmond, hogy a 34. pont foglalkozik Ukrajnával. Tehát nem az első, nem a második, bármit állítanak is a nyugatiak, a nyugati média, hogy ez volt a kiemelt téma, nem ez volt. Ez a 34. helyre került, egyébként mögé annak a kérdésnek, hogy a BRICS országok együtt fognak működni, kihalás által veszélyeztetett nagymacskák megmentésében, mármint oroszlánok, tigrisek, stb. Az is megelőzi ezt a pontot. Ez mutatja, hogy hol van a súlya. Ez az egyik. Ami ebben a 34. pontban nagyon röviden le van írva, az az, hogy a BRICS országok úgy gondolják, hogy az ukrajnai konfliktust jó lenne békésen rendezni, úgy, hogy minden ország jogos igényei ennek keretében érvényesüljenek, beleértve a nemzetbiztonságok igényeket is. Magyarul itt arról van szó, hogy a BRICS országok, a nem Oroszország, hanem a többi BRICS ország úgy gondolja, hogy jó lenne ezt a kérdést békésen rendezni, de olyan feltételekkel, hogy amit Oroszország úgy gondol, hogy fenyegeti az ő nemzetbiztonságát, például Ukrajna NATO-tagsága, azt figyelembe kell venni az orosz jogos igényeket. Magyarul ez egy dodonai, mindenkit kielégítő, ennek következtében senkit soha pont teljesen ki nem elégítő formula, hiszen ami mindenkinek jó, az sokaknak nem jó, ez így szokott lenni az életben is. Következésképpen itt arról van szó, hogy Oroszország a saját nemzeti érdekeit szerint alakítja a politikáját, magát a hadicselekményeket, a háborút is, és ezt a többiek tudomásul veszik, mert nem tudnak vele mit csinálni. Elmondják a véleményüket, hogy szerintük jobb lenne ezt békésen megoldani, de hát ha nem megy, akkor nem megy. Ennyi van Ukrajnáról ebben a dokumentumban. Ennél 10-szer, 20-szor több van a közel-keleti válságról, Gázáról, Dél-Libanonról, és így tovább. Tehát a dokumentum szerkezete, arányai, minden azt mutatja, hogy az ukrajnai kérdésben mindenki elmondta a véleményét, ez egyébként le is van írva, azt mindenki meghallgatta, és tudomásul vette. Pont. Azt hinni, hogy majd Kína vagy India rá fogja kényszeríteni Oroszországot arra, hogy adja föl elsődleges nemzeti érdekeit, az minimum naivitás, de lehet, hogy önbeteljesítő jóslatnak szánt politikai manipuláció. Nem tudják rákényszeríteni, és nekem úgy tűnik, hogy nem is igazán akarják, mert azzal példát statuálnának arra, hogy amikor majd Kínának vagy Indiának lesz fontos nemzeti érdeke, és ezért keményen föllép, mondjuk akár katonai eszközökkel, akkor meg majd Oroszország mondja azt nekik, hogy ne védjétek meg, hanem üljetek le tárgyalni, és tegyetek engedményeket. Na, ilyen precedenst ezek az országok nem akarnak teremteni, hiszen mindegyiknek megvannak a maga problémái, és a nap végén azokat mindegyik rendezni akarja. Következésképpen nem teszik olyan választás elé Putyint, hogy ő ne rendezhesse a saját vélt vagy valós törekvéseit. Én így látom ezt a helyzetet. Lehet, hogy tévedek, mások másként látják, de szerintem itt valójában ez történt, hogy gyakorlatilag Putyin szabad kezet kapott arra, hogy az ukrán kérdést úgy kezelje, ahogy jónak látja, azzal, hogy mindenki azt mondta, hogy mennyivel jobb lenne, meg szebb lenne, ha ezt békésen kezelnék. Mondom, a dokumentumban az a szó, hogy tűzszünet, az egyszerűen nincs benne. Tehát itt minden ilyen teoretizálás, meg agymenés arról, hogy kigyakorolt nyomást Oroszországra, hogy legyen tűzszünet, béketárgyalás, ezek nem reálisak, ezek vágyvezérelt gondolatok. Ennyi fért a mai adásunkba, amelyben igyekeztünk a BRICS találkozó különböző kérdéseit körbejárni. Hallgatóinknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és Kusai Sándornak is, hogy mit volt velünk, és rávilágított ezekre az összefüggésekre. Köszönöm az érdeklődést, minden jót a hallgatóknak!